Köszöntöm nézőinket, Gulyás Anita vagyok, Önök Tamási Táj című műsorunkat látják, mutatom, mit kínálunk a következő percekben. Intelligens hivatal működik pár év múlva Tamásiban. 50 lakost érintenek a fejlesztések Adórián pusztán. Programok sora várta az érdeklődőket Felsőnyéken. Nótaszótól volt hangos a Regői Művelődési Ház. A legkisebbekről szólt május utolsó vasárnapja Tamásiban. A Városháza és a környező tér is átalakul a következő évek alatt Tamásiban. A fejlesztés nem csak az épületet, hanem az informatikai eszköztárat is érinti. Az építkezés ideje alatt teljesen kiürül majd a polgármesteri hivatal, új helyen várják majd az ügyintézők az ügyfeleket. Az önkormányzat arról is döntött, továbbra is támogatja a tamási lovasnapok megrendezését, és kiáll a pálya további korszerűsítése mellett. Rövid időn belül átalakul a tamási polgármesteri hivatal és környéke. Az intelligens hivatal pályázatának eredményeként azonban nem csak az épület látképében és belső terejében megy végbe az átalakulás, de érinteni fogja ez az épület környezetét, nos a hivatal teljes számítógépes rendszerét is. Több egyedi támogatást kaptunk, egyedi támogatásra vonatkozó támogatási szerződést kötöttünk, amelyek elsődlegesen előkészítési költségeket finanszíroztak, és ennek alapján tudtunk elindulni. Ez érintette a hivatalt is, hiszen az intelligens hivatalnak az előkészítését, az építési engedélyezési terveit, kiviteli terveit meg tudtuk kezdeni, és az idejében pedig a közbeszerzési eljárást is meg tudtuk indítani. Teljesen új, megújul az épület műszakilag is, azon túl, hogy energetikailag is rekonstrukció valósul, meg teljesen új megoldásokkal fogjuk szolgálni a lakosokat, az ügyfeleket, illetve az épületen belül helyet kap egy úgynevezett városablak is, a kormányablak mintájára, ahol az egyes közszolgáltatásoknak a képviselői kaphatnak helyet, és itt tudják intézni a közszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyeiket a lakosok. Az átalakulás nem egyszerű, hiszen az épület helyi védettség alatt áll, így sok tekintetben a beruházók keze meg van kötve. Az építkezés azt is jelenti, hogy hamarosan a Városháza minden dolgozójának új helyre kell majd költözni az átmeneti időre. Minden a reményeink szerint és a terveink szerint fog történni. Akkor idei év közepén, nyár végén megkezdődhet a kivitelezés, és ez másfél-két évet fog jelenteni. De erre is előkészültünk az idei év során, minden ügyintézőnknek megvan a megfelelő hely. Azok, akik ügyfeleket fogadnak, azok természetesen a városközpontban kapnak helyet, ott kerestünk nekik helyet. Elérhetőek lesznek, megközelíthetőek lesznek, tehát az ügyfelek ebből nem fognak semmi hátrányt érezni, hogyha mi ebből az épületből elköltözünk, mert a kivitelezés során teljesen ki kell ürítenünk az épületet, az irattártól kezdve minden ügyintézőnek más helyen kell dolgoznia. Ha minden a tervek szerint zajlik, két év múlva egy megújult városközpontban a műemléki védettség alatt álló épület jellegének megőrzése mellett a kód követelményeinek megfelelni tudó korszerű polgármesteri hivatala lehet Tamási városának. Addig azonban zajlik az élet, és rövidesen sor kerül a város legnagyobb közösségi eseményére, a tavaszi lovasnapra is. Minden évben a képviselőtestület dönt arról, hogy támogatja ezt az egyik egyébként legnagyobb és legszínesebb, és ahogy elmondtam, a legrégebbi múltra visszatekintő rendezvényt az idei évben 2 millió forinttal tudja támogatni a város önkormányzata a lovasnapot. Természetesen mi is és az üzemeltető egyesület is számít még főleg helyi szponzorok támogatására, illetve folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőséget, hogy milyen civil és egyéb forrásokat tud bevonni akár az egyesület, akár pedig közösen az önkormányzattal, hogyan tudjuk még segíteni ezt a rendezvényt. Az önkormányzat segítségével az elmúlt esztendőkben a pálya jelentős fejlesztésen esett át, és ez a folyamat a tervek szerint a jövőben folytatódni fog, mondta Porga Ferenc polgármester. Lelátó is készült most már, ott még a fedése van vissza ennek az új lelátónak, illetve a kiszolgáló épületek egy része is elkészült, de azért van még feladat, hisz egy fogadhajtó pálya is készülőben van a mostani díjugrató pálya mellett, illetve még vannak olyan épületek a pálya mellett, főleg kiszolgáló épületek, istállók, melegítő pálya, amely felújításra, megújításra szorul. Bízunk benne, hogy a következő 2-3 évben sikerül ezeket a fejlesztéseket is befejezni.
Tamási önkormányzata még tavaly több ütemben kezdte meg annak a problémának az orvoslását, amely mintegy 150 lakost, 500 ember érint a települést külterületi részein. Elsőként Tamási Adorján új telepen kezdődtek meg a munkálatok, most Adorján pusztán adták át a kivitelezőnek a munkaterületet, akinek 200 napja van arra, hogy kiépítse az ivóvízhálózatot. Tamási külterületi részein tavaly ősszel kezdődött el az ivóvízvezeték rendszer kiépítése, ami több százmillió forintos támogatással valósulhat meg. A projekt egy újabb üteme indult el a napokban, mondta el a település polgármestere. Külterületek vezetékes ivóvízzel történő ellátása projektünk egy újabb szakaszához, egy újabb üteméhez érkeztünk. Most itt Adorján pusztán vagyunk, és ez a projektnek a harmadik üteme. Ugye korábban Adorján, Újtelep, Tuskoskosba, Újvárhegyi rész került bevezetésre a vezetékes ivóvíz, és itt pedig most Adorján puszta a következő. Lezárult a közbeszerzési eljárás, és a kivitelező kiválasztása megtörtént, és most jelenleg a munkaterület átadás zajlik. Tehát ez azt jelenti, hogy hamarosan kezdődhet a munka ezen a település részen, külterületi település részen. Igazából itt van vezetékes ivóvíz, de egy volt TS hálózatról, tehát egy magánhálózatról kapták eddig az itt lakók a vizet, amivel azért az elmúlt időszakban valljuk meg őszintén számos probléma van. Tehát most a városi központi vezeték hálózatra lesz rákötve Adorján puszta is. A következő hetekben az Adorján pusztán lakók számíthatnak a munkagépek megjelenésére, ami némi fennakadást is jelentett majd a számukra, melyhez türelmüket kéri a település önkormányzata. A hálózaton túl az aknák is telepítésre kerülnek, és hogyha ez megtörtént, akkor egy nyilatkozatot követően a DRV szerződést fog kötni az itt lakókkal. Mintegy 50 lakost érint egyébként itt ez a beruházás Adorján pusztán, és 3,5 kilométernyi vezetékhálózat épül ki, tehát ez egy ugye picit messzebb van a belterülettől, mint a korábbi külterületek, ahol már kiépült a vezetékhálózat. 200 napja van a kivitelezőnek, hogy elkészüljön a hálózat. Én abban bízom, hogy a nyár folyamán elkészülnek, és a nyár végére, őszelejére lesz egészséges ivóvízük az itt lakóknak. Az előző ütemekben elkészült település részeken élők már a mai kor követelményei szerint vehetik igénybe az ivóvíz szolgáltatást. Adorján új telepen, tehát itt a szemben lévő részen igen, és most már a Tuskos, Kosbaújvárhegyi részen is folyamatosan kötik be a DRV munkatársai a vízórákat, tehát ott is lehetőség van már arra, hogy egészséges ivóvízhez jussanak a külterületen élők. Van még egy ütem, Öreghenye, településrész, külterületi településrész, itt a beszerzési eljárás jelenleg még zajlik, de én abban bízom, hogy ebben az évben ott is kiépül a hálózat. A projektnek köszönhetően egy több évtizedes probléma oldódik meg Tamási külterületi részein. A közösség formálás az egyik nem titkolt célja a Felsőnyéken évről évre megrendezésre kerülő falunapnak. A szervezők az összeállított programokkal igyekeznek minden korosztályt megszólítani, szórakozási lehetőséget biztosítani a számukra. Az érdeklődőknek csak a jó kedvet kellett otthonról magukkal hozni. A szeszélyes időjárás ugyan egy kicsit átírta a felsőnyéki falunap forgatókönyvét, de a szervezők mindenre felkészülve állították össze a nap programjait, melyre már nagy igény mutatkozott a településen, tudtuk meg a polgármestertől. Két év kimaradt, ugye a Covid miatt, de hát is spóroltunk is, és akkor most bevetettük magunkat újra a mélyvízbe, kicsit több pénzzel, és azért azt láttuk, hogy megszólítgattak bennünket emberek az elmúlt két évben, hogy hát lesz a falunap, mert nem csak a szorgos munkának kell folyni, hanem azért a szórakozásnak és a bulizásra is várnak az emberek. Hát most itt volt a lehetőség, ezért már jó két hónapja nekiálltunk ennek a szervezésének, mert hát az utolsó pillanatban már nem lehet sztárvendéget találni, és hát annélkül már egy tapottat se, de ugye mi azért arra törekedtünk, hogy a legelső körben is a helyi tehetségeket, sőt nem csak a tehetségeket, hanem a még nagyobb tehetségeket, az óvodásokat, az iskolásokat is mindenféleképp bemutassuk. A rendezvények alkalmával igyekeznek minden évben sztárvendég fellépésével meglepni a falunap résztvevőit. A fő szempont az volt, hogy a pénztárcánk, ugye a büdzsé mit enged meg, azért ez, mint tudjuk, az önkormányzatoknál a mai világban nem igazán
bőséges, tehát nem úgy van, hogy tejbe vajba fürdünk, de az önkormányzatnak, mivel hogy vannak saját bevételei, erre törekedtünk az elmúlt években, és ezért tudtunk teremteni egy alapot. Ezen kívül ugye volt egy pályázat is, egy 1 milliós pályázat, amit szintén sikerült megnyerni a művelődési intézeten keresztül, amiből vettünk egy több mint 600.000 forintos nagy sátrat, egy rendezvénysátrat, és hát a többit pedig erre használjuk. Erre költjük, hogy így mondjam, hogy sztárvendég is legyen azért. Bál is legyen a végén, mert ez megint nagyon fontos. És hát most itt összefogtunk azért a faluban, mert a nemzetiségi önkormányzat, aztán a polgárőrség, és hát az önkormányzat, mi azért hároman csináljuk most ezt a rendezvényt. És hát nagyon szeretném megköszönni a rendezőknek, hogy amit majd most látni fogunk, azért ők már mennyit dolgoztak. Hát a helyi vadásztársaság segített nekünk, felajánlott két vadcocát, amit most itt a helyben meg fognak főzni, és ugye talán azt nem is említettem, hogy mindent kifizettünk előre, tehát itt a fiatalságnak, a gyerekeknek nem kell zsebben nyúlni a szülőknek, hanem minden ingyenes. Tehát az ugráló várazástól kezdve mindent ingyen vehetnek, bár akárhányszor igénybe. Egy több évvel ezelőtt zajló esemény hozta úgy, hogy a falunap május végén kerül megrendezésre, ami nem jelenti azt, hogy a gyereknapot is ekkor tartanák meg Felsőnyéken. Előtte nem igazán volt falunap, és valamikor avattunk szintén helyi adakozásból egy Orbán szobrot. És ugye az Orbán nap, az Orbán szobornak az avatása, az ugye ebben az időben került megrendezésre akkor, és utána már maradtunk ennél a május utolsó hétvégénél. Az üstben már rottyogott az ingyenes vacsora alapja, a hagyma. Az előkészületi munkálatok közben kaptuk mikrofon végre a szakácsot, aki épp a vaddisznó pörköltet készítette elő. Már több egyére főztek együtt lányával, ilyen nagy rendezvényen. Az ízletes pörkölt titka pedig... Jó hús kell bele. Jó hús kell bele, sok hagyma kell a pörkölthöz. Általában úgy lenne jó, hogyha mindig régi hagyma lenne, új hagymából nem lehet olyan szép szaftot csinálni. Fűszerek. A hagyományos fűszereink só, bors, paprika, a vadba kakukkfű, borókabogyó, meg egy jó kis felsőnyéki vörösbor. El szokott fogyni? Az már nagyon jó visszajelzés. A legtöbb talán, amit főztünk, az 2018-ban volt a megyei polgárőrnap Magyarkeszin volt, és ott 1000 főre babgulyást. Az is elfogyott. Amíg kint készült a rendezvény résztvevői számára az étel, addig a művelődési ház színpadát birtokba vették a helyi és környékbeli fellépők. A Szilágyi testvérek egy zenei egyveleggel, Rákóczi Szilvi pedig ismert dalokkal érkezett a közönséghez. A felsőnyéki rózsaszálak és zsiványok táncos bemutatója a hagyományápolás jegyében elevenítette meg a romatánc lépéseket. A település legkisebbjeinek előadása után érdeklődők megtöltötték a teret. A kis óvodások nagy mosolyjal léptek a színpadra, hogy egy kis szeletét megmutassák annak, amit a hétköznapjaik folyamán megtanultak az óvodában. A zenés-táncos produkciók pedig mindenkit levettek a lábukról. A felsőnyéki falunapot a sztár fellépők sora zárta, akikre viszont a legbüszkébb a település, ők a felnövekvő generáció, akiknek idén is volt lehetősége megmutatni magukat. Az előadásukat honorálva pedig számos szórakozási lehetőséget biztosított számukra az önkormányzat. Az ország számos pontjáról érkeztek vendégek Regőjbe, akikbe egy biztos közös vonás, hogy szeretik a magyar nótát, amiből nem is volt hiány, a Gyere velem Akácrombos falumba hívószóra hallgató rendezvényen. A Regőért Egyesület szervezésében több előadónak köszönhetően csendültek fel a jól ismert dallamok. Regői település fontosnak tartja a hagyományápoló rendezvényeket. A nótás találkozót már 7. éve szervezik meg, és hívják a környékről, az országból mindazokat, akik szeretik a nótaszót. A közösség összetartó erejük van. Én úgy gondolom, amikor 7 évvel ezelőtt megkerestek a hölgyek azzal kapcsolatban, hogy szeretnének egy nótás találkozót tartani, akkor mint minden ilyen kezdeményezésre számogatóan álltunk hozzá, és ez bizonyítja azt, hogy 7 éve egyfolytában megrendezésre kerül az esemény, még a Covid se tudta ezt felülírni, akkor is volt egy nagyon szűk idő keresztmetszet, amikor meg tudtuk rendezni. A falunak szüksége van ezekre, illetve a falu jó hírét is viszik ezek az énekesek. Nem csak az idősebb korosztály van benn, vannak benn fiatalabbak is. Hál' Istennek, én úgy gondolom, hogy a magyar nóta az örök.
Természetesen az idősebbek, akik jobban kedvelik, de van egy kora az embernek, ami után mindenki kedveli. Szinte minden rendezvényben próbáljuk beleszűrni a hagyományainkat. De múltkor voltatok a Jurta Fesztiválon, legközelebb, ha minden igaz, akkor egy falunapi rendezvényre, ahol pereckalácsot sütünk, és a veterán találkozó is megrendezésre körül oda fogtok érkezni. Minden rendezvénynél fontosak a hagyományaink, de mindig kell valami újat is mutatni az embereknek, hogy jobb kedvel jöjjenek egy rendezvényre. Hát, mint önkormányzat, civil szervezeteket támogatunk, és a civil szervezetek rendezik, ez a hivatalos megoldása. Minden rendezvényt, ami mögött, tehát minden rendezvény mögött van önkormányzati támogatás, ami regőjébe zajlik, és ezt szívesen is tesszük, mert nagyon fontos az, hogy regőnek jó híre legyen, meg az embereknek legyenek is kikapcsolódási lehetősége is. A rendezvény ötlete egy helyi amatőr nóta énekes fejéből pattant ki, aki azóta is teljes odaadással szervezi a találkozót. Olyan nótás találkozó, amit minden évben egyetlen egyszer meg tudunk rendezni május utolsó szombatján. Ez egy nótás, barátságos találkozó, ahol nagyon-nagyon szívesen jönnek el az énekesek, ez már hetedik éve így van, és nagyon nagy sikerrel, sok nézővel, és mindenki megelégedésére nagyon-nagyon jól érzi a közönség is magát, mi is. Ez egy hagyomány, ez egy hungarikum, nem mindenki szereti, tehát ez így van. A fiatalok nem igazán, de jó volna, ha szeretnék. Én nagyon-nagyon szeretem a magyar nótát, és akkor voltunk öten asszonyok, akik elgondoltuk, hogy rendezzük meg, mondták Margit, rendezzük meg, rendezzük, hát mondom, nem tudjuk megrendezni, és meg tudtuk rendezni. Elkezdtük, és mindig sikerrel, ezt komolyan mondhatom. Hát ilyenkor meghívunk neves énekeseket is, egy-kettőt, ugye, az anyagiak, ahogy engedik, de a többiek, ők is kiváló énekesek, de nagyon nagy szeretettel és örömmel jönnek, mert nagyon szeretik a magyar nótát, és minden anyagi megtisztelés nélkül eljönnek. Környékről még az Alföldről is, Püspökladányon is itt vannak. Igen, sőt, itt vannak Győrből, itt vannak az ország területéről szinte mindig megtisztelnek, nem beszélve róla, még a közönség is eljön onnét. Ez magyar nótáról szól. Ugye a népdal az különböző kategória, de persze rokon. De viszont ugye van egy népdalkör, ami egész szépen működik, de viszont mi magyar nótások vagyunk. És hát azért van hagyománya, de nem mondhatom, hogy olyan nagy hagyománya van, már azért is. Mert szinte a falu kicserélődött, és a régiek már, akik nagyon-nagyon szerették a magyar nótát, sajnos nincsenek köztünk. De tetszik látni, tele van szinte. Sőt, volt, amikor hely se volt, eljönnek vidékről, mindenhonnét eljönnek, mikor ennek híre megy. Mert föltesszük ugye a meghívókat, és akkor már jelzik, hogy akarunk jönni, foglalják a helyet. A helyek pedig valóban elfogytak. A regői művelődési központ megtelt olyan férfiakkal és nőkkel, fiatalabbakkal és idősebbekkel, akik szívesen hallgatják a magyar nótát. A közönség persze nem bírta ki, hogy csendben üljön, de ezek az alkalmak nem is erről szólnak. A színpadon álló énekesek örömmel veszik, amikor a közönség időről időre becsatlakozik. A regői nótás találkozó idén is elérte mind a közösségépítő, mind a hagyományápoló célját. Folytatása jövőre ugyanitt.
Ön fel egy gyerek kacajtól volt hangos a Tamási Művelődési Központ május utolsó vasárnapján, amikor az összes program nekik értük volt. A szervezőkön még az időjárás sem fogott ki, a kültére tervezett programokat egy szemvillanás alatt bevarázsolták a belső terekbe, ahol minden centimétert kihasználtak, hogy mindenki találhasson kedvére való programot. Népi Játszópark köszöntötte a Tamási Művelődési Központba érkezőket, ahol kreatív szórakozási lehetőségek sora várt kicsikre, nagyokra a gyereknap alkalmával. Mi már jó előre, hónapokkal ezelőtt készültünk erre az alkalomra. Persze elsősorban ilyenkor a rendezvények szervezői arra számítanak, hogy jó idő lesz, ez a mai napon nem valósult meg, de természetesen nem estünk kétségbe, hiszen megvolt arra is a forgatókönyvünk, hogyha így alakul az időjárás. Így aztán a Művelődési Központ összes termében, színháztermében, klubszobáiban, folyosóján, előterében olyan játékokat helyeztünk el, amelyek ebben a kellemetlen időben is érdekesek lehetnek a gyerekek számára. A színpadi programok beköltöztek a színházterembe, ahol is az óvodások, az Aranyerdő óvoda kis óvodásai adtak nagyon szép műsort, őket pedig a Csurgó Zenekar gyermekkoncertje követi a színpadon. Persze a zenés mulatságon kívül a kézügyességüket is próbára tették a legifjabbak. A Művelődési Központ munkatársai előre gondolkodva, pontosan az időjárás kiszámíthatatlanságára gondolva, saját maguk készítettek az elmúlt hetekben számos olyan társasjátékot, amelyeket most megtalálhatnak a gyerekek a Twistertől, a memória játékokig. Olyan nagy földre kiteríthető játékokkal készültünk, amelyet egyesével, kettesével, de akár ötösével, tízesével is lehet játszani. A szülők örülnek a város nyújtotta lehetőségeknek, hogy ezen a napon egy önfelett délelőttöt tölthetnek szemük fényeivel. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan különleges nap számukra, amikor egy picit más környezetbe kerülhetnek, a többiekkel találkozhatnak, hiszen a szociális kapcsolatokat is fontos építeniük, és az egy külön jó dolog, hogy ezt nem csak az óvodai vagy iskolai kereteken belül tudják megtenni, hanem így a város által szervezett rendezvényeken is. Mi nem szoktunk külön ajándékozni ilyen nap alkalmából, esetleg elmegyünk enni egy süteményt, elmegyünk különböző programokra, rendezvényekre, de egy külön ajándékoz majd talán a ballagás alkalmával. Olyan elfoglaltságokat válogattak össze a szervezők, melyek közül mindenki találhatott kedvére valót. Zita ragasztót és ollót ragadott a kezébe. Itt a mai nap folyamán jól érzem magam, hogy lehet kézműveskedni. A délelőtt folyamán jól érezte magát minden gyermek, aki ellátogatott a városi gyereknapra. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!